A rendszerváltoztatással lehetőség nyílt az 1948-ban derékbe tört demokrácia kiteljesítésére és a vörös csillag árnyékában elkövetett bűnök feltárására. A szovjet csapatok kivonulásával párhuzamosan megtisztították az utcákat, a tereket és a középületeket a pártállami rendszer jelképeitől. Városunkban is eltüntették Lenin szobrait, leemelték talapzatáról Samuelit, és a múzeum raktáraiba száműzték a munkásmozgalom emléktábláit. Folyamatosan rehabilitálták a régi utcaneveket, így egy-egy utca már a sokadik névváltoztatáson esett keresztül. A szovjet és a román hősi emlékművek a helyükön maradtak, de felállították a város második világháborús áldozatainak az emlékművét, és az északi temetőben emlékjelet kaptak a hősi halált halt nyíregyházi katonák is. Végre nyíltan lehetett beszélni és emlékezni a kommunista diktatúra áldozatairól is. Emléktáblával jelölték meg a Sóstói út 4 szám alatti volt püspöki palota épületét, ahol az AVH vizsgálati osztályt rendezett be, a pincében pedig börtönöket alakított ki. A táblát az 1948 után ártatlanul meghurcolt emberek emlékére állították. Szintén emléktábla idézi a Krúdi szálló falán, hogy az ávósok itt tartották fogva 1953 és 1955 között a közel egy évtizedes szovjet rabság után hazaengedett mintegy 3000 jogtalanul és ártatlanul elítélt magyar politikai foglyot. November 2-án a temetőbe zarándokolhatunk a Málenki robotra elhurcoltak emlékművéhez, hogy fejet hajtsunk és gyertyát gyújtsunk a kényszermunkára besorozott és a Szovjetunióból soha haza nem tért honfitársaink emléke előtt. A kommunizmus bűne a csehszlovák-magyar lakosság csere is, amelynek keretében sok ezer magyart telepítette ki szülőföldjükről 1945 és 1948 között. Emlékezhetünk az 56-os forradalom mártírjainak emelt szobrok előtt is. 2014-ben közadakozásból egy méltó emlékművet emeltek a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére. Az ötágú csillagon álló, gúzsba kötött férfi a pártház árnyékából üzeni, hogy a legyőzött győz. Nagy Lajos Imre szobrászművész alkotása előtt fennhangon kimondhatjuk az ünnepi megemlékezés szónokainak üzenetét, soha többé diktatúrát, soha többé kommunizmust.